Napra pontosan 140 évvel ezelőtt volt az ősbemutatója Madách Imre az Ember tragédiája című művének a Nemzeti Színházban. A bemutató után 101 évvel 1984-ben kezdeményezte a Magyar Írók Szövetsége, hogy ennek évfordulóján legyen a Magyar Dráma Napja. Hogy ennek a 40 nyelvre lefordított műnek milyen volt az utóélete és milyen volt a fogadtatása, arról most Sirató Ildikó irodalomtörténésszel fogunk beszélgetni. Szép estét kívánok! Köszöntünk a stúdióban! Jó estét kívánok! Hogy a kettő évfordulót is említhetünk, azt már én megemlítettem, hogy 140 évvel ezelőtt volt az ős bemutatója magának az Ember tragédiájának, de 200 évvel ezelőtt született Madách Imre, akire a mai napig még sokan egykönyves szerzőként gondolnak, ami nem feltétlenül igaz. Természetesen nem igaz, de az biztos, hogy Madách maga is tudta, hogy a főműve az Ember tragédiája, és erre készült tulajdonképpen az egész megelőző életében és pályáján. Drámákkal is kísérletezett, lírát is írt, amíg végül megszületett ez a furcsa, nagyon összetett műfaj, a drámai költemény, aminek azért nem volt rögtön színpadi bemutatója és sikere, amikor megírta Madách, mert hogy ezt a műfajt valójában nem színpadra szánják. Más szerzők, költők sem, akik drámai költeményt írnak. Meg kell érnie a színháznak ahhoz, hogy a romantika drámai költeményeit színpadra lehessen állítani. Madách ezt pontosan tudta, és nem véletlenül írta oda a cím alá a kéziratán is, hogy drámai költemény. Az Ember tragédiája után megírt viszont egy drámát, a Mózest, amit be is nyújtott egy drámapályázatra, ott ugyan nem nyert, de később persze a Mózest is játsszák színházban. Ahogy arról beszélünk, szóval azért Madách életműve bőven túlmutat a tragédián, de az kétségtelen, hogy az Ember tragédiájával írta be magát örökre a magyar irodalomba. Közel 40 nyelvre lefordították. Hogy látod, hogy mi a titka, mitől lett ennyire sikeres ez a mű? Igazából tehát nem is csak a magyar irodalomba írta be magát, hanem a világirodalomba is. Most éppen nem olyan régen összeszámoltam, már túl vagyunk a 40 nyelven, most már 46 nyelvet említhetünk, amelyen megjelent már az Ember tragédiája, vagy teljes fordításban, vagy pedig részleteiben, a lehető legkülönbözőbb és nagyon egzotikus nyelveken is. Az első fordítás azonban, amikor a könyv az első kiadásban megjelent 1862. januárjában, egy másfél héttel később a Pester Lloyd című lapban megjelent a német fordításnak is egy részlete. Tehát azt lehet mondani, hogy szinkronban fordították németre az Ember tragédiáját, és ez nyilvánvalóan a német fordítás segítette aztán a művet a közép-európai többi nyelven való megjelenésében. És az, hogy mi is a titka, szokták azt mondani, hogy nem eléggé magyar mű, mert hogy nagyon kevés magyar utalás van benne, de valójában inkább az a népszerűségének, vagy a fontosságának a titka, hogy olyan kérdésekkel foglalkozik, ami nemzetiségtől, nyelvtől függetlenül minden korosztályt érdekel. A fordítások is, mint említettem, a legelső az párhuzamosan készült a könyv megjelenésével, és a legutolsó fordítás az pedig 2023. áprilisában jelent meg. De ha itt emlegeted a kérdéseket, akkor kicsit belemennék, ugyebár ebben a műben 15 színen keresztül vizsgálja Madách az ember és a társadalom viszonyát, de mik a legfőbb kérdések ebben az alkotásban? Hát a legfőbb kérdés az az, hogy van-e szabad akaratunk, hogy az embernek mekkora tehetsége és mekkora lehetősége van ahhoz, hogy irányítsa a saját életét. Az, hogy az egyén és a társadalom egymással milyen viszonyban van, az is ebből fakad. Hogy az a kérdés, hogy a teremtett ember vajon mennyire tud önálló lenni. Ez egyébként mindenkinek a saját életében is felmerülhet ez a kérdés, teljesen függetlenül a tudománytól, vagy a hittől, a vallástól is. Hát mindannyian családban növünk föl, a szüleinktől egy idő után meg kell próbálnunk leszakadni. És én azt szoktam mondani a tanítványaimnak is, meg annak idején a lányomnak is mondtam, hogy ha valaki 12-16 éves kora között nem lázadt fel a szülei ellen, az beteg tulajdonképpen. Tehát az kötelező, hogy meg kell próbálnunk megtalálni a saját határainkat. Pár gondolattal ezelőtt már óvatosan érintettük azt, hogy ugye Madách Imre nem színpadra szánta ezt a művet, viszont végül színpadra került. Annó a közönség hogy fogadta? Mekkora sikere volt? Mennyire volt befogadó ez a közönség? Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert így utólag 140 évvel később nagyon nehéz megítélni egy színházi előadást, hiszen nem láttuk.
A kritikákat olvashatunk róla, amelyek az előadás előtt is már, és utána pedig meglehetősen fanyalogva fogadták ezt a vállalkozását Paulai Edének, de a közönség viszont szerette a művet, és ezt követően, tehát az 1883-as bemutató után egyre inkább a színház csinálók is úgymond rákaptak, mert ez egy annyira nehéz feladat, annyira nagy kihívás az ember tragédiájával dolgozni színházban, vagy éppen filmen, vagy rajzfilmet készíteni belőle, vagy operát írni belőle, vagy balettet, hogy ez mindig inspiráló volt az elmúlt 140 évben az alkotók számára. És ezért újabb és újabb értelmezések születnek, amelyekben Madács már csak az egyik tényező. Tehát amit ő gondolt és ő megfogalmazott, az bőven kiegészül már újabb és újabb generációknak a gondolataival. Igen, mondott ember, küzdj és bízva bízzál, azt hiszem ezt a mondatot mindannyian megtanultuk egy életre, akár az iskolából, akár olvastuk. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél. Köszönöm szépen.